csapat eredményessége több összetevőből áll. Az egyik legfontosabb, hogy a játékosok ne csak a pályán, hanem azon kívül is jól érezzék magukat együtt. Női kézlabda csapatunk fiatal tehetségei, Faluvégi Dorottya, Háfra Noémi és Márton Gréta gyorsan megtalálták a közös hangot, sok időt töltenek egymás társaságában, szinte elválaszthatatlan barátnők lettek az elmúlt években. Szerintem mióta az utánpótlás vállalatodban együtt vagyunk, így nyarakat, meg hosszú edzőtáborokat azóta. Az, hogy most már itt a bajnokságban is együtt játszunk, meg mondjuk egy évben voltak az MTK-nál kölcsönben, én külön voltam, ők akkor jobban összekovácsolódtak, de idén már nagyon összeállt a banda. Ugyanolyan bolondosak vagyunk, mint amilyenek régen is voltunk. Ezen szerintem az idő nem változtat, és ez csak egyre jobb lesz mindig, és ez a sok nevetés, ez a kapcsolatunknak is jót tesz. Amúgy minden meg szoktunk beszélni, ugye mind a hármanunknak van egy ilyen maximalista énje, és valakinek egy kicsit túlzott, valakinek nem, és így tök jó, hogyha a meccs után így vagy felhívjuk egymást, vagy írunk egymásnak, hogy figyelj, most nem ment, láttam rajtad, meg mit. Szóval, hogy érezhető volt, akkor mindig próbáljuk egymást segíteni. Hogy kiderüljön, a lányok mennyire ismerik egymást, arra kértük őket, hogy néhány mondatban mutatkozzanak be a másik nevében. Sziasztok, Faluvégi Dorottya vagyok, 19 éves, márciusban töltöm be a 20. életévemet. Jobbszélső vagyok a Ferencvárosban, imádok főzni, imádok sütni, főként a családomnak, és gyakran meglepem a csapattársaimat is. Nagyon vidám és szórakoztató személyiség vagyok. Háfra Noémi vagyok, 19 éves. Itt kézlabdázom Ferencvárosban. Minden nap próbálom magamból a legjobbat kihozni. Ha ez sikerül, boldogan megyek haza. Ha nem, akkor még 10 percig ülök és nézem a cipőmet, hogy valami történjen. Anyukám mindig nagyon jókat főz. És utána egy óráig kajakómába fetrengek a kanapén. A húgom bearanyozza az életemet. Mindent együtt csinálunk. Márton Gréta vagyok, 18 éves. Gimnáziumba járok, kézlabdázom itt a Ferencvárosban, balszélső vagyok. Szeretnék egy kis cicát vagy egy kis kutyát már nagyon régóta. És ezt üzenném a szüleimnek is, hogy ha lehet róla szó, akkor idővel, hogy legyen egy kis kutyám, vagy egy kis cicám. Fiataljaink a szavak mellett a labdával is remekül bánnak, ezért a csapatsportágak körében népszerűnek számító ügyességi játékra invitáltuk őket. A verseny 3 feladatból állt, mindegyiknél 3-szor lehetett próbálkozni, és minden sikeres lövés 1 pontot ért. Az első feladatban bekötött szemmel kellett eltalálni a felső kapufát. Let's get ready to rumble! Y'all ready for this? A második kihívásban még pontosabban kellett kiszámolni a labda ívét, ugyanis a lányok a lelátóról vették célba a kaput. A harmadik egyben utolsó feladatban a 7 méteres vonalról ülve kellett pontos dobást végrehajtani, de csak az számított sikeres lövésnek, ha mindhárman egyszerre találták el a kapufát. Yeah! Yeah!
Gyerünk! Mi van? Mi van? Mi van?